Miután a Bátaszéki Idősek Klubjának egyik ellátottja koronavírusos lett, több munkatárs és a klubban tartózkodó időskorúak hatósági megfigyelés alatt állnak. Ezzel együtt megváltozik az ellátási rend, illetőleg visszatér a tavasszal már bevált módozatokhoz, mondta Bozsodik Róbert polgármester. A nappali ellátásban, másrészt a házi segítségnyújtásban résztvevők számára az étel kiszállítása zavartalanul fog folyni, viszont ezeket az edényeket most már extra higiéniai feltételekkel kell majd tisztán tartani. Éppen ezért egy nagy teljesítményű mosogatógép vásárlását határozta el az önkormányzat. Emellett egy könnyűszerkezetes faház is épül a nappali ellátó udvarán. Ideiglenes épületet fogunk felállítani nagyon gyorsan az ingatlannak az udvarán, ahol egyrészt el tudjuk látni majd a dolgozók az adminisztrációs feladatokat, másrészt el tudják látni mindazokat a gondozottakhoz kapcsolódó higiéniai feladatokat, gondolok én tisztításokra, mosásokra, amelyek feltétlenül szükségesek az elkövetkezendő időszakban. Egyre többen jelentkeznek a gondozási központban, elsősorban a házi segítségnyújtás igénybevételére. A gondozók és az önkéntesek most arra törekszenek, hogy az időseknek minél kevesebb időt kelljen a házukon kívül tölteniük.